meg az összes negatív élményem hozzád kötődik. Igen, de addigra már szakítottunk 50-szer. Ha, akkor nem voltunk együtt. Akkor már nem voltunk együtt. Jó, akkor már... Reggel arra ébredtem, hogy Viki sír mellettem, és te miért nem vagy szomorú? És reméljük, hogy jó irányba megyünk. Róma vlog első nap. Mi történt ma? Te hogy emlékszel vissza? Hogy is volt? Felkeltünk reggel. 9:15-re jött a taxi. Hajat vasaltam, meg elkészülködtem, te meg levitted a kutyákkal. Jött a taxi, és akkor kértünk az airportra. Én ugye szokásos pánik rohamokat kaptam, hogy most után. Én nem tettek róla, engem mélységesen kifáraszt a repülés, és azért, mert szétstresszelem magam mindig a repülőtéren. Nekem az a rész, mikor ott le kell vetkőzni, meg kipakolni a táskákat, nem tudom, nekem ez... Az ember úgy érzi magát, mint egy ilyen bűnöző. És rendesen ilyenkor izgulok, hogy nehogy kipakoljanak valamit, vagy elvegyék a parfümömet, vagy mit tudom én, mint a Bridget Jonesnál, hogy nehogy valaki beledugott a kapusznimba valamit, ami miatt de elvisznek a rendőrök, vagy mit tudom én. Több száz ember volt. Igen. És csak te voltál ideges. Úgyhogy igazából baromi gyorsan megérkeztünk Rómába, ahol tök gyorsan kijutottunk a repülőtérre, igen. Magára az utcára. Itt vagyunk a római repülőtéren. Nagyon örülök, nagyon féltem az utazástól. De most már megérkeztünk, úgyhogy már boldog vagyok. Majd ott felszálltunk egy rossz buszra, ami körbevitt minket a repülőtéren. Ki volt írva a shuttle? Jó. Az volt a jegyünkön is, amit vettem, hogy bevisz a busz a városba. Itt mondja, shuttle, szálljunk fel. Jó, szálljunk. Felszálltunk. Sikeresen felszálltunk egy airport járatra, ami most 20 percig fog körözni a reptéren belül, úgyhogy... Te siettél. Mindegy, ez elbasztok. És kiderült, hogy... És rám fogod? Hát... Nem, azt mondtam, hogy nézd, ez... Fel. Igen, de te rohantál. Nem, hát nem, mert már elindult a busz és megállt. És fölvett minket, akkor muszáj már felszállni, megáll a busz és azt hiszük, hogy jó, akkor felszálltunk. Jó, mindegy. És ez a busz. De ugye azt nem értettem, Tomi, hogy amikor mutattam ott a fickónak, hogy a jegyünket, és mondta, hogy ez nem az, kb. 3 másodperce ment a busz, de nem álltak volna meg. Nem. Azt mondta, hogy 20 percet. Hogy akkor, és akkor ott karikáztunk velük 20 percet, körülöttünk az egész. Mert ez egy olyan busz volt, ami felveszi a parkolóból a utasokat, és viszi a beszálláshoz. Ez ilyen ingyenes járat. Mi mentünk egy kört, elkezdtünk ebédelni. Én már ott halálos. Sofőr... Ja, ránk szóltak, hogy ne együnk. Sofőr ránk szólt, hogy ne együnk, bírjuk ki ezt a pár percet. De mindemet egyébként ez azért katasztrófa. Utána kiszállt pisilni 5 percre. Ja. A sofőr bácsi, és még azt is meg kellett várni. Hogy nem gáz az, hogy ránk szól, hogy ne együnk a buszon. Hogyha itt Rómában, akkor a rend és tisztaság és fegyelem lenne. De gyerekek, olyan kosz van, tehát hogy erről külön fogok csinálni majd képsorozatot, hogy szemét halom mindenhol. Nincsenek kukák. Nincsenek kukák. Gyönyörű a város, gyönyörűek az épületek, de olyan kosz van, hogy ez, tehát, hogy hatalmas pacsi Magyarország, tényleg.
hatalmas pacsi, mi baromi tiszták vagyunk, jó fejek vagyunk, köszönünk egymásnak. Mindegy. Na, szóval aztán végül is megtaláltuk a normális buszt, de addigra én már full idegbeteg voltam. De megint kapta idegromot, meg kb. 100 ember állt előttünk. Igen. És így negyedikként felszálltunk a buszra. Aztán utána, hát jöttünk egy ilyen 40-45 perc, egy gyönyörű szép. Na, onnantól kezdve már kezdtem így megnyugodni, mert onnantól tök szép. Tehát, hogy nyilván jöttünk be a belvárosba, és olyan épületek, meg olyan helyek, meg volt egy ház, vagy egy ilyen hajó, ahol látszott, hogy így laknak rajta. A folyón volt egy folyón. Lakóhajó, de olyan volt, mint egy ház. Mi volt a folyónak a neve? Tevere? Valami ilyesmi. Tevele, vagy Tevere. Na, itt, majd ezt... Most ne égessük. Igen, nagyon-nagyon bénák vagyunk. Nem, te vagy béna. Most milyen? Tevere. Hát akkor jól emlékeztél. Na, aztán utána egyébként baromi ügyesen megtaláltuk a szállásunkat is, baromi sokat sétáltunk, de azért döntöttünk ugye sétálás mellett, hogy addig is várost nézünk. Megérkeztünk Róma belvárosába, a buszpályaudvarra, leszálltunk a buszról, most ezt látjuk magunk körül, és most kitaláltuk azt, hogy gyalogolni fogunk a szállásig, ami kb. Egy olyan másfél kilométer gyalog, de addig is várost nézünk legalább, nem pedig taxizunk vagy ilyenek, úgyhogy úgyhogy most nekiállunk sétálni, reméljük, hogy megtaláljuk egyből, és nem fogunk megint eltévedni, mint ahogy már a reptéren az sikerült. Ugye, Tomi? Letettük a cuccokat, aztán itt szembesültünk azzal, hogy baromira... Baromi, minden baromi, igen, baromi, jó, baromi. Jó, mindegy, de hogy hülyék voltunk, hogy nem magunk foglaltunk szállást, hanem ilyen utazási irodán keresztül mindent rájuk hagytunk, mert kiderült, hogy hát a szállás az... mondjuk finoman, hogy fapados. A recepciós fiú viszont nagyon segített. Igen, ő nagyon aranyos volt, tehát hogy igazából most arra, hogy aludni ide járunk, arra teljesen jó, mert úgysem vagyunk itt egész nap, nem jövünk, megyünk. Na most is este jöttünk vissza. Igen, úgyhogy utána fel is kerekedtünk, és akkor elmentünk még egyet este várost nézni, csináltunk jó pár fotót, ettünk, ittunk, tök jó kis este volt. Nem, gyönyörű helyeket láttunk. És mennyit sétáltunk ma? 20 ezer lépés. Az mennyi? Ez mondjuk 15 kilométer? Hát kb. Na, legalább ledolgoztam a tésztát. Azért ma megint oda csaptunk, nem? Azért. Annyira nem, holnap jön a lényeg. Holnap telezabáljuk már reggel magunkat. Ja igen, mert lesz reggeli. És akkor ilyenkor a Tominak ez fix a ideája, hogy ki kell lenni mindenkit a vagyonából. Hogyha valami ingyen van, akkor ötször kell lenni. Nem belőle. Ingyen, csak korlátlan. Jó, hát úgy értem, de hát, hogy előre ki van fizetve, hát akkor le kell zabálni mindent, amit lehet. Jó magyar. Igen. Jó, hát én azért nem akarok rosszul lenni, bár most is megígértem magamnak, hogy nem fogom telezabálni magam, persze telezabáltam magam, sőt, még vettünk édességeket is itthonra. Meg egy üveg vodkát. Úgyhogy most megisszuk, és megnézzünk egy csomó, már nem az egész üveget isszuk meg, csak egy kis vodkát iszunk valami finom gyümölcsével, és megnézzünk egy csomó ismeretterjesztő műsort Rómáról az épületekkel kapcsolatban, hogy ne csak azt lássuk, hogy szép épületeket nézegetünk. Nem lássuk, hogy mi van mögötte. Igen, tehát hogy mik azok, tehát hogy mi célból épültek, ki lakott ott, vagy mire használták. Úgyhogy... Ja, meg rájöttünk, az olaszok bénák. Mert? Rosszul világítják ki a dolgokat. Hát igen. Tehát, hogy annyira fura volt, hogy szebbnél szebb épületek is, és otthon, Budapesten annyira jól meg van világítva, minél a Citadella is, fölülről hát minden meg. Látszik, hogy igen. Mi az. Itt meg a szobroknak az olyan meg van világítva, picit, és akkor de, fölötte hogy fekete sejtelmesen. Minden. Igen, tehát, hogy nem érvényesülnek ilyenkor a fényben. Szóval Róma csodálatos, de még mindig azt mondom, hogy Budapest nekem a király. Hát most nem tehetek róla. Hát, hogy tényleg az egész város gyönyörű, viszont Budapesten vannak, nincs ennyire sok szép dolog, viszont amik szépek, azok viszont szebbek, mint itt. Én hát a parlament, ne viccelj már! Hát tehát sehol nincsen olyan, mint, olyan parlament, mint nálunk. Most a Citadella, a Budai Vár, ezek annyira gyönyörű helyek, hogy oké, itt most ez a Trevik út, ez tényleg csodálatos volt. Jó, majd ezt megbeszéljük még vasárnap. Tehát, hogy ne, én most azt mondom, hogy eddig az európai városok közül Róma a kedvencem, amit eddig láttam. Tehát, hogy tényleg így nem tudod, hova, nem győzött hova kapkodni a fejed, hogy szebbnél szebb épületek vannak, viszont
mégis összességében azt mondom, hogy nekem Budapest a 10 pont, és akkor Róma a 9 és 3 negyed. Ne legyél. Szóval. Mesélj most te életem. Második nap. Lejtett az ágy. Igen, egész éjszaka. Lejt az ágy, az én felemen szar. Nem ülünk fel, meg kicsit ilyen tokásak vagyunk. Hát, mert azok vagyunk. Jól lakottak. Szóval második nap. Fölkeltünk, reggeliztünk. Csomó édességet tettél reggel, ilyen édes szarokat. Azokat szeretem. 4-5 óráig bírtad. Ja. Mármint délután 4-5-ig. Mert hogy a nyávogás nélkül? Hát, hogy nem fájt semmit, mentél, csináltad. Ügyes voltál. Egész nap mentünk. 26 ezer lépést. Az mennyi az? 22 kilométer? 22 kilométert. Egész nap mentünk megint. Szóval mit néztünk meg először? Vettünk Róma paszt. Vettünk Róma paszt. Ja igen, azt mindenkinek ajánljuk, hogy vennie Róma paszt. Akkor elmentünk a Kolosseumba. A Kolosseumba, ahol mindjárt mutatom, hogy mi történt. Na képzeljétek el, hogy miben vagyunk, miben voltunk. Vettünk egy olyat, hogy Róma paszt. Mindenféleképpen nyomatékosan ajánljuk, nem? Hogy mindenki, aki Rómába jön, vegyen Róma paszt. Mert hogyha nem veszel Róma paszt, akkor 3,5 órás sor van a Kolosseum előtt. Hogyha viszont veszel, akkor gyakorlatilag 3 perc sorban állással kiváltod a jegyedet, amit ugye a Róma passzal ingyen megkaptál, és utána adnak egy időpontot, ami nekünk most van dél, és 12:25-kor tudunk bemenni a Kolosseumba, úgyhogy nem kell sorban állni. És ja, és a legszebb az egész, nem, hogy át akartak minket verni, mert itt vannak ilyen hogy hívják ezeket? Ilyen guide-ok, akik be akartak csapni, hogy a Róma passz az már nem jó, és hogy már nem jogosít fel minket semmire. Ne, ilyen euróért bevisz minket. Soron kívül egy csoportba. És egy körbe elvisznek minket 2-3 órán keresztül. De milyenek, nem? Tehát, hogy majdnem elhittük. Hogy megszüntették a Róma passznak a... Már nincs ilyen, igen, a soron kívül, igen, nem lehetne menni. Úgyhogy ne higgyétek el, oda fognak menni hozzátok is, megpróbálnak majd eltéríteni, de mindig csak azokhoz az emberekhez forduljatok segítségért, akik tényleg azért vannak itt, hogy az adott múzeummal kapcsolatban segítsenek. Az ilyen guide-ok, vagy csoportvezetők, ezek le akarnak húzni kegyetlenül, és képes volt azt hazudni, hogy a Róma paszt az már nem jó arra, amiért vettük, meg már megszüntették ezeket a funkcióit. Nagyon gáz, úgyhogy újabb mínuszpont Róma. De nyilván gyönyörű, de na, szóval, hogy ilyet azért nem illik. Ja, menjünk. Akkor ugye elmentünk soron kívül, igen, még is úgy, és megnéztük a gladiátorokat, hogy hol küzdöttek. Nekem például nagyon érdekes volt, de egy alagúttal volt összekötve a Kolosseum, azzal a helyen, ahol fölkészültek a gladiátorok. És ami a legdurvább, hogy még mindig, tehát hogy megvan az a hely is, a rómiai, ahol gyakoroltak, meg kiképezték őket, és a föld alatt volt a kettő építmény között egy alagút, ahol mentek a gladiátorok. Hát a Kolosseumba, és képzeljétek el, hogy még mindig megvan az az épület, mert mint a rómiai, de hogy így egyáltalán nem foglalkoznak vele. Tehát így le van kerítve, és csináltam róla felvételt, hogy most mi van ott, egy ilyen semmi. Tehát, hogy így nem csináltak belőle semmilyen kiállítást vagy látványosságot, hanem csak úgy van egy ilyen róm valahol. És mi megtaláltuk nyilván így a térkép alapján, melyik kisilabizáltuk a... Rajta van a térképen, de nem úgy néz ki, mint a térképen. Igen, tehát, hogy egy ilyen rom. Egy fal. Igen, egy ilyen fal, de oda lehet képzelni, nagyjából megvannak az alapjai. És akkor utána mentünk a Palatinóba. Igen, ahol ismételten egy 100 méteres sor volt körülbelül. Amit nem vártunk amit ki. Amit úgy döntöttünk, hogy nem fogjuk kivárni. És végül megkerültük az egészet. Utána olvastam a ilyen tanácsoknál, meg hogy mi ez, meg... Ja, és nem, hogy igen. Csillagoknál, hogy egy másik oldalról senki nincs, és tényleg átsétáltunk a Igen, mert mindenki a Kolosseum oldaláról akar bevenni. A Kolosseumba, ott kezd mindenki, átmegy oda. És ott olyan sor volt, és a másik oldalán kicsit gyalogoltunk, és ott üres volt. Másik oldal, egyedül mi voltunk. Másik oldalon egy a csaj, meg kb. Így elvett a jegyünket, bement, leolvasta, visszasétált szép lassan, és felhúzott egy ilyen elkerített részt, így bemehettek. Igen. De gyakorlatilag ez a Róma passz, ez és mert, hogy volt. Róma passzunk volt. Igen, bementünk és elképzeltük, hogy itt milyen lehetett régen. Igen, de egyszerűen semmit nem értünk, tehát hogy annyi ilyen
építmény maradvány van, hogy elképzelni se tudjuk, hogy mi lehetett, nem? Tehát, hogy csak romokat látsz egymás egyén hátán, és hogy jó lett volna, hogyha van valami idegenvezető, aki így elmondja, hogy ezek mik voltak, ezek a romok, meg milyen építmények voltak. Engem például tökre érdekelnek az ilyen sztorik, hogy pontosan melyik volt az a hely, ahol például a Cézárt ledöfte a Brutus, tehát hogy ez annyira érdekelne, hogy az hol volt. Valószínűleg. Tehát ott volt, azon a helyen, csak hogy hol pontosan. Tehát, hogy ott sétáltunk ezek között a falak között, amik régen falak voltak, most már csak fal maradványok, de hogy egyébként eszméletlenül gyönyörű volt így is, meg egy csomó mindent így benőtt a fű, meg a gaz, és ilyen nagyon hangulatos, meg romantikus volt, de nyilván azért, tehát most megnézzünk valami dokumentumfilmet erről is, hogy nyilván rekonstruálták így számítógéppel, hogy hogyan nézhetett ki az anno, annyira érdekel. Elindultunk. Itt kezdtél fáradni? Hát itt a lábam kezdett el fájni, de aztán utána, de hova indultunk el? Trevikút. Igen, a Trevikúthoz, de közben beültünk egy kávézóba, és akkor utána mentünk át a Trevikúthoz, ahol már másodjára voltunk, mert tegnap este is ott voltunk, de meg akartam nézni nappal is, mert nekem az volt így a kedvencem, azt már képekből kiszúrtam, hogy az lesz a kedvenc helyem Rómában, de tényleg gyönyörű. Ott készítettünk képeket is, tényleg gyönyörű volt. Ja, a kajádát kerestünk egy éttermet, amiről hallottunk, hogy magyar tulajdonosa van. Elmentünk. Viki talált egyet. Jó, igen, magyar tulajdonosa van, és hogy majd mi ott barátkozni fogunk. Na persze, az egyetlen étterem volt, ami zárva volt. Be volt zárva, és pakolták átalakítás, vagy ami ilyesmi, és... De addigra már véres volt a talpam kb. És nagyon éhes volt. És nagyon-nagyon éhes voltam, szóval akkor már ilyen fél holt állapotban az első étteremben. Hát ez 4 óra körül volt, szerintem 4. Igen, de hát addig mi nem ettünk, reggelit ettünk. És csak reggeliztünk, meg bekaptunk egy fél sütit, fél is lehet mind a ketten, hogy ne halljunk éhen. És akkor ilyen 4 körül volt az ebédünk végül is, de hát úgy, hogy folyamatos mozgásban is. Nem, tehát, hogy így azért úgy könnyen megéhezik az ember, hogy... Úgyhogy ott akkor ilyen ebédvacsoráztunk, az tök jó volt, finom volt, húsgolyót ettem, ilyen tésztával. Nem először sárga dinnyét tettem. Ja, meg ez a sárga. Csonkával. Igen, de ezt nem videóztam le szerintem. Na mindegy, húsgolyós, meg pizza, de hát minden baromi finom, csak itt minden tészta tésztával van. Majd otthon fogyózol. Hát nem az, csak hogy nincsen másfél kajájuk, csak a tészta, meg a tészta. Nem uncsi ez? De tényleg, a belvárosban minden, csak ez van. De minden négyzetméteren van egy étterem. Van saláta is. És mindenhol. Pizza, pasta. Saláta. Szalát, pizza, pasta. Na valami van hamburger. Na jó, de ez nagyon kevés. De ami ilyen tök érdekes, hogy egy indiai étterem, semmi nincs ilyesmi. Pincsi volt egy-kettő. Kínai? Hát jó, de mondjuk az... ma nem láttam, inkább tegnapot. Nem, tehát hogy nem jellemző. Ott van azért az van, hogy vannak, mint hogy francia étterem, olasz étterem, indiai étterem, kínai, japán, és ugye ezek mind ilyen menőhelyek, de itt nincsen ilyesmi, tehát nincs nemzetközi konyha nagyon. Az óvárosban. De hát az óváros, de itt se látok sehol, ahol a szállásunk van. Szóval, hogy mindenhol pizza, pasta. Na mindegy, hát nyilván ez is finom, csak aztán van. Na, és akkor még mit láttunk? Ma mit csináltunk? Utána elmentünk a Pantheonhoz, ahol ismételten egy 100 méteres sor volt, este 6-kor. Igen, és ezt már nem álltuk ki. Benéztünk az ajtón, megcsodáltuk, és... És tovább mentünk. És megláttál egy... Ja nem, az még előtte volt, megláttad a csodasütidet. Ja, úristen, igen. Vettünk egy... Mit vettünk? Originál... Manándorli tartunk. Hogy ki volt írva az ajtóra, hogy ez teljesen az one and only, az egyetlen hely, ahol az originál recepttel készítik, hát rohadt szar volt, de... Ki akartuk venni a fagyaszt. Igen, de végülis ez egy fagyi gombóc volt, csokival bemomba, ilyen csoki törmelékkel, nagyon-nagyon tömény, és tejszínhabbal, igen, borzasztó gáj volt. Hát, hogy aki ezt szereti, annak biztos, hogy végül is megettük. Tehát, hogy hát rámtuk már a végét. Mennyi volt? 6 euró. 6 euró volt egy gombóc csoki fagyi.
Sok agyunk van, nem? Volt egy tejszínhab. Meg tejszínhab, igen. Tehát egy gombóc csoki vagy egy tejszínhabban 6 euróért ettünk, ami egyszer, mint 1800 forint kb. És a második kanáltól rosszul esett. Igen. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog volt. Minden esetre ez elég energiát adott már ahhoz, hogy kibírjuk a hazaérkezést. Nem, hát még nem volt vége. Miért, mi volt? Pantheon. Pantheon, és utána már csak... kitaláltam, hogy megnézzük az Augustusnak a sírját. Jó, de hát az meg zárva volt már. Igen, az zárva volt. Kívülről megnéztük. Te megmentünk a Poppolóra. Ahol Viki biztos metró. Csinált volna képet, ha lett volna ereje, de már nem tudta értékelni a házakat. Igen, már sötét volt, meg ott nem világítanak ki semmit, úgyhogy... Metró, és hazaértünk. Elmentünk egy zöldségeshez, ahol találkoztunk egy magyar fickóval, aki itt lakik már 30 éve, ajánlott nekünk éttermet. Meg holnapra egy múzeumot, abban még megyünk. Holnap megyünk a... Vatikánba. Az Angyalvárba, megnézzük ezt a múzeumot, amit ajánlott. Ez a három. Utána hazajövünk, és megyünk a meccsre. És meccs. Harmadik nap. Pont a kukáknál. Megint a kukák. Mindenhol a kukák vannak. Már a reptéren vagyunk, a tegnapi este kimaradt, úgyhogy ma elemezzük az elmúlt másfél nap, most mi van, dél van kb. És most indulunk haza Magyarországra. Már itt vagyunk a beszállásnál. Igen, már itt vagyunk a beszállásnál. Tegnap mi mindent csináltunk, elmentünk először is a Vatikánba. Igen, pont a Deles miséről. Igen, pont a Deles miséről, igen. Hát jó, nem láttuk, csak egy pontot láttunk. De mindegy, hát hatalmas tömeg volt, nem értettük először, hogy mi történik. Aztán utána feloszlott a tömeg. Mindegy, addigra mi már tovább slisszentünk egy múzeumba, a Leonardo da Vinci múzeumba. Az egyikbe, de hogy itt nem eredeti festmények és dolgok vannak, hanem mindent meg lehetett érinteni, meg lefotózni, szóval ilyen szempontból ez tök jó volt. Aztán onnan mentük és megnéztük az Angyalvárat, de előtte még jól összevesztünk. Nem, utána vesztünk össze. Nem, amikor az Angyalvárhoz mentünk. Nem, ott még nem. Nem, ott még nem. Ott még nem. Na mindegy. Ott küldte a faszit még a... Mit mondtál neki? Face. Egyszerűen annyira szarfejek voltak, hogy az egyik ilyen helyen a beengedésnél. Igen. Ez a Roma Pass, ez egyébként tök jó dolog, hogy ahol ezt tudják kezelni, vagy ahol ezt így elismerik. Nincs vagy kiírva rendesen. Nincs semmi, sehol nincsen kiírva, de nem csak megpróbáltunk bemenni, nem tudtunk, és akkor mi van? Oda mentünk a faszihoz. Hát a beengedőshoz, hogy mi az, mit kell csinálni, és így forgatta a szemeit. Morgott meg valami káromkodott olaszul. Igen. És akkor azt mondta, hogy az a probléma, hogy nem beszélünk angolul. És akkor mondtam neki, hogy én beszélek angolul, maga nem beszél angolul, mert tényleg hát olaszul kárált velünk. És valami, nem tudom, valamit beszóltam, de csak így a bajszom alatt. Még volt kedvezmény, 12-7 vagy valami. Igen, tehát hogy azért nem mindegy, és még ott motyog, hogy mi, mint hogyha mennyire ostobák lennénk, vagy nem is tudom, mert nincs semmi kiírva. Na mindegy, úgyhogy hát ez egy újabb ilyen mínuszpont volt így az ott létünkön. Mindegy, körbe mentünk az Angyalvárba, a Tomi számára ez iszonyú érdekes volt egy csomó fegyver, meg mindenféle dolgok, meg ágyuk. A rejtek helye, ahol... Mondjuk az engem is érdekelt, az nekem is tetszett. Pápa rejtek helye, meg ott volt a galambarátunk. Ja, igen, összehaverkodtunk egy galambbal, mert beültünk egy csodálatos helyre, ott a váron belül volt egy kis kávézó, és ez tényleg... Hát nekem az volt az egyik ilyen kedvenc élményem. Én ezt megbeszéltem a Tomival, hogy én inkább az vagyok, aki élményeket szeret szerezni, beülni, jókat enni, jó kávékat inni, szép helyeken, nyilván megnézni a város, de hogy a Tomi az meg egy ilyen tipikus turista. Mindent meg kell nézni, kb. Időbeosztás szerint érjünk oda, mert jó, az addig van nyitva, akkor át kell érni onnan oda, innen ennyi lépés az, és onnan az, és ezen úgy összevesztünk, hogy majdnem szakítottunk, ez volt a first szakításunk, amikor majdnem nem. Elváltunk Rómától. Az már pénteken volt a szállodánál. Megérkeztünk egy olyan szállodába, mert nem néztél utána, hogy hova jövünk, ahol soroljuk, hogy mik a hibák. Kezdjük esetleg.
Nem volt fűtés. Hideg van. A fürdőszobában csak hideg volt, nem volt meleg víz. Amikor pedig kielesztett... fél órát kellett elesztett. Fél órát elesztetted, akkor jött a meleg víz, de az meg tűzforró volt. De a szomszédba zuhanyoztak, akkor meg csak csöpögött. Igen. De fölül is jött a vízből, árasztotta. Kilőtt a zuhanykabinból, és elárasztotta a WC-papírt, meg a... Ja, meg az ajtólat meg kifolyt, az ágy alá is befolyt a víz. Hát ez, de hogy a hotel, hol voltunk? Aténe. Aténa. Ne menjetek oda. Hotel Aténa, ne menjetek oda. Egy hát, elvileg, volt. Jó, az a, igen, a pultos gyerek az aranyos volt, jó fej volt, segített, de oké, de hát ez nem viszi el a hátán az egész botrányt, ami ott volt. Leejtett az ágy. Leejtett az ágy. Szóval, hogy ez, én olyan szinten voltam kivonulva, hogy nem bírt. Takarítani a ruháinkat a szekrénybe. Nagyon kemény volt. Az is őt bejött, rendezkedett. Jó, meg a kajálásnál. Hozta a csészet az oda. Igen. Kioktatott, hogy ugye tehát, hogy nagyon kiszolgálós volt a téma, és akkor mentünk a kis kávénkért. Letettem egy ilyen műanyag abrosz volt ráadásul, tehát hogy nem is egy ilyen szép, nem tudom milyen, hanem ez a műanyag, amit le lehet utána mosni. Ja, és műanyag tányérból lettünk. És műanyag tányérból. Igen, tehát hogy, és ahogy letettem az asztal, és odajött a nő, és kb. Ilyen flagmán cupogva felemelt, és így letette a tányért elém, és így rárakta a poharamat, hogy akkor használjam az alátétet. De mindegy. Tehát, hogy a legrosszabb hotel ever, amit valaha is tapasztaltam, meg ilyen szempontból személyzet, meg úgy egyébként, hiszen nem is nevezném hotelnek, mindegy, szóval borzasztóan átvertek ezzel. Úgyhogy ilyen szempontból az egy rémálom volt. És mindegy, legközelebb tudjuk ezt, legközelebb Airbnb, ezt már megbeszéltük, hogy így hotelezni, maximum, hogyha tényleg egy jó hotel, amiről hallottuk, hogy jó, vagy szép, vagy igényes, vagy más is tárt már meg volt, de inkább Airbnb kis lakás. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, hogy ilyen, ez mi volt, utat? Történet. De ők tehetnek róla, tehát egy borzasztó lehúzás volt az egész út. Mindegy, úgyhogy ebből mindegy, jó sokat tanultunk belőle, na és a csúcspont az aznap este következett el. Mi volt? Ettünk? Akkor még nem ettünk előtte. Nem, hát az Angyalvár után ugye kitaláltad, hogy shopping. Csak az én programjaim voltak. Igen, eddig csak az ő programjai voltak, shopping, jó. És akkor elmentünk a shopping. Mekibe. Először Mekibe mentünk. Ki kellett próbálnunk a helyi megtanulatot, hogy ott mik a specialitások. És finom volt. Amúgy nagyon finom volt. Egy olyan szendvicset ettünk mind a ketten, amiben hagymalekvár volt. Isteni finom volt, ilyen tök gurmé, nagyon fincsi. Így bevágom. Csoda, bevágom, igen, ahogy eszem. Na, és szóval az igazából egy tök jó élmény volt. Mentünk a kinéztél egy táskát, és átmentünk egy másik helyre, a Sephorához. Vagy mert meg akartam nézni a Sephorát. És ott is lesz olyan táska, és úgyis veszünk. Igen, és egy ott tök volt a spanyol lépcső. Ott volt a spanyol lépcső. Tök véletlenül megtaláltuk a spanyol lépcsőt, mert egy ilyen sétáló utcában. Egy olyan helyen voltunk, mint otthon mondjuk a Váci utca. És ott rengeteg, csak hát igen, tehát ott tele volt. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon szuper, és hát a Sephora, én még sose voltam Sephorában, nekem egy tök nagy álmom volt. Végül nem vettem semmit, mert Huda Beauty-t akartam volna venni, de pont azok a termékek nem voltak, ami úgy engem így érdekelt volna, csak tömérdek mennyiségű rúzs, ami már amúgy is van, de hogy így pont ezek a tipik Huda Beauty, például tökre szerettem volna egy ilyen Huda Beauty-s ecsetkészletet, de az meg nem volt. Úgyhogy mindegy, végül nem vettem ott semmit, de cserébe megvettem ezt a táskát. Hát, illetve Tomitól elvileg megkaptam születésnapi ajándékomba, de aztán úgy összevesztünk, hogy átutaltam neki. Mondtam rá az árat, és tegnap este még szakítottunk is. Végig bögtem az egész estét. Éjszakát. Be van dagadva mindkét szemem. Megmondtuk, hogy akkor vége, és már az hogy hol lesz a Bella, kinél lesz, mert hogy abban egyeztünk meg, hogyha szakítunk egyszer, akkor a Bella az övé lesz, és a Gracie az enyém. Meg a Mia. És a Mia is az enyém. Jó, nyilván, de a Miát azt én kaptam. De és már ezen elkezdtem bekengeni, meg sírni, hogy mi lesz a kutyákkal. Na, de hogy ez, hogyan jutottunk el idáig? Hát elmentünk meccsre. Ez de... Tominak az önző húzásai, az újabb.
nem. Ez az egy kérdésem volt. Nem, Tomi. A Colosseum meg a Met. És én mit kértem, hogy menjünk el egy római fürdőbe. Elmentünk római fürdőbe, nem mentünk el római fürdőbe. Egész nap kérdés. De meg, igen. Rómában el kell menni egy római fürdőbe, és lazulni kell. Nem, de ne legyen már az, hogy egy ilyen feszített tempóban meg kell nézni az összes látványosságot. Nem de most feszített. De baromira idegesítő volt, hogy rohantál végig. Nem, rohantál kb. Végig. Én meg caplattam utána, mint egy hülye. Mindegy. Meccsre el kellett menni. Nem lehet poszi nélkül kibírni 3 napot. Persze borzasztó tömeg. Tehát, hogy 60 ezer ember. Eleve az üvöltözés, dohányzás, ivászat, ilyen trágárkodás. Hát ott pont egy tök nagy meccsen voltunk. És gyakorlatilag végig... Fogalmam sincsen, a Róma és a Juventus. Végre láthattam Ronaldót, mondjuk ez egy tök jó élmény volt, mert ő nagyon cukén, nagyon szeretem, követtem is Instán, de hogy azon kívül nekem nem volt jó élmény. Az, aki nem foci rajongó, oké, egyszer el kell menni egy ilyen nagy meccsre, egy nagy stadionba, de akkor szerintem az kezdje inkább ismert terepek között, de az, hogy elmész egy olyan helyre, ahol ilyen két ellenséges ilyen csapat, akik itt Olaszországon belül így nem szeretik egymást, egymásnak mutogatják az alsó fertájaikat, meg fak-fak-fak jelet mutogatnak folyamatosan, meg üvöltenek, meg zászlót lengetnek, szidják egymás anyját, rágárkodnak, köpködnek, szóval, hogy mindegy. Nekem ez nem volt egy jó élmény. Jó meccs volt egyébként. Jó, én ezt nem tudtam értékelni. Másrészt meg baromi messze jöttünk, úgyhogy ilyen annyira picik voltak az emberkék, hogy nekem tényleg csak az jött le, hogy nagyon fáztam, nagyon sokan voltak, nagyon hangosak voltak. Nagyon sok volt a fak-fak-fak, meg a vafankúló, meg a szlóbálás, már bocsánat. Szóval, hogy tényleg ilyen nagyon sok trágár dolog volt. És nem a kabátot. Nem pisíltem le a kabátom, csak véletlenül belelógott a vécébe. De kihagytad, hogy ezt rossz ajtón akartunk bemenni, és egy tömeget túlejtél. Jézusom! Igen, kiálltunk már egy sort a bejutásnál. Nem sor volt az, hanem egy tömeg, ami nyomult előre. És képzeljétek el, hogy nem arra részre szólt a jegyünk, úgyhogy miután fél órát már kiálltunk egy sort, nem sort, egy tömeget, hogy így tódultunk befelé a kicsi ajtókon, bejáratokon, hogy végig tapizzanak bennünket. Ott kiderült, hogy nem jó helyre szól, hanem a másik oldalra. Ami nem oda szól, hanem hogy át kell menni, és igen, csak ott tudunk bemenni. Igen, csak ott tudsz bemenni, ami rá van írva jegyedre, ami azt jelenti, és ez pont az ellentétes oldalon volt, hogy egy 60 ezeres stadiont meg kellett kerülnünk. Rekord gyorsaság alatt, mert ugye nem akartam lemaradni semmiről. Úgyhogy ott elkezdődött az idegesség már, tehát hogy az, hogy lekésünk az elejéről, a stressz, amit tudom én mi. Úgyhogy én már ott már nem szólaltam meg. Jó, mindegy. Bejutottunk. Mindent elkövetett. Szarul érezzem magam. Nem, ez nem igaz. Én éppen ezért meg se szólaltam. Az a legrosszabb. Én inkább meg se szólaltam, mert hogyha megszólaltam volna, Tomi. Sok magyar volt viszont. Igen, hallottunk magyar beszédet folyamatosan. Rengeteg magyar beszédet hallottunk. Na de, amikor kijöttünk, akkor egy újabb ilyen csapás a tömegközlekedésnél, amikor ez a 60 ezer ember megpróbál egyetlen egy villamosra felszállni. Szervezetlen tömegközlekedés. Tehát, hogy az, és amikor ott összenyomják egymást, és azt éreztem, hogy összenyomnak, széttaposnak, és akkor ott egy pillanatra meg kellett végre elni. Felszálltunk volna, és ugye kitalálta, hogy... Nem tudtunk volna felszállni, mert bezáródott előttünk az ajtó, és nyomtak. Hátulról meg nyomtak meg minden pont irányból, hogy a horror volt. Nem, de nem akartam már egy olyan villamosba beférni, ahol kb. A fejem már odaszorul Az jó lett volna. Na mindegy, és kitörtem abból a tömegből, és mondtam, hogy én most ezt nem bírom, itt most szépen leülünk, és megvárjuk, amit elszivárog a tömeg. Igen. Jó, igen, az, hogy itt most ne szólj hozzám. Én közben lemerültem. Na igen. Szóval, hogy ez egy horror volt onnantól a hazajutás, mert eltévedtünk utána ezzel az éjszakain. El. De mert le kellett szállni, hogy leszálltunk a villamosról, és utána visszaszálltunk egy olyanra, ami visszafele ment. Igen, ez volt a terv. Jó, hát hogyha neked ez egy terv volt, benne, én csak ott ültem és zokogtam. Élmény volt. Majd utána nagy nehezen hazaértünk, én bőgtem. Én meg ideges voltam. Igen. És lefeküdtem aludni. Igen, de addigra már szakítottunk 50-szer. Ha, akkor nem voltunk együtt. Akkor már nem voltunk együtt.
Jó, akkor már... Reggel arra ébredtem, hogy Viki sír mellettem, és te miért nem vagy szomorú? Ja, de nem, ez most tényleg komoly volt, annyira sírtam, mint még soha. És a következő mondata, oda bújhatok. És onnantól már tudtam, hogy... Jó, hát én nem bírok nélküled élni. Na, szóval azután, de még itt a megpróbáltatásaink nem értek véget, mert ma reggel felkeltünk és elindultunk, hogy akkor most jövünk a repülőtérre, majd mi történt. Volt ilyen, megint a Róma Pass. Nem a Róma Pass volt itt a hibás, hanem a busz. Nem jött a busz. Fél órát álltunk egy megállóba. Hogy utána tovább menjünk, ahonnan megy a repülőtérre a járat. Igen, és ezáltal, hogy fél órát vártunk, mert kimaradt egy járat, lecsúsztunk a Róma Pass. Igen, mert hogy a Róma Pass 48 órás időtartama az alatt az időszak alatt lejárt. Sem lehetett eljött venni, ott voltunk. Felszálltunk és ellenőrök jöttek. És a második megállónál jött az ellenőr. És már eleve késésben voltunk ide. Úgyhogy mondtam, hogy ugorjunk le. Igen, leugortunk a buszról. Leugrottunk a buszról, és ott... Integettél a taxinak. Ne, de előbb még szerintem egy ilyen teljes céltalan bolyongás elindult. Hát 10 másodperc. Hogy akkor most sétáljunk el valameddig, és akkor, de úgy, hogy tudod, nem ismered a helyet, nem tudod a járatokat, csak így nézegettük a telefonunkat, hogy most akkor innen hova tovább, se jegyünk, nincsen se semmi. És én fogtam magam, kiszaladtam az úttestről, és leintettem egy taxit, és akkor végül taxival eljöttünk. Tomi persze dühöngött, hogy felesleges pénzkidobás, pedig nem. Szerintem az ilyen dolog, hogy kényelmesen, szépen, normálisan most ideértünk, és nem azon stresszelünk, hogy lekéssük majd a... Mert akkor, hogyha lekésed a gépet, akkor az még nagyobb pénzkidobás lett volna. Mert alapvetően egyébként minden csodálatos volt itt Rómában, de... Minden. Én már nagyon várom, hogy menjünk haza a kiskutyákhoz. Biztos nagyon fognak örülni, most 3 napig a Jászmin hugom volt velük, küldött mindig képeket, meg videókat. Nagyon hiányzunk neki. Mondták. Hát mindig szomorú fejet vágnak. Hiányzunk nekik, úgyhogy most már úton vagyunk hazafelé, nem sokára otthon vagyunk. Leszálltunk, jelentkezünk.